a célod csak neked fontos, hogy megvalósítsd. Tehát saját magammal kapcsolatban jöttem rá, hogy a céljaimért én fogok dolgozni, nem más. A céljaim csak nekem fontosak. Attól függetlenül, hogy van mögöttem valaki, vagy valakik, akik bíztatnak. Vagy sem. Általában a célokkal az a nagy probléma, hogy csak papíron maradnak leírva, ami nagyon fontos, hogy leírjuk a céljainkat, de az csak a fél megoldás, ugyanis csupán a céljaink tudatosításában adnak segítséget. Ahhoz, hogy meg is valósítsuk, azért valóban tennünk kell a gyakorlatban. És ennek az elsődleges oka, hogy a motiváció a tied. Hiszen neked kell látnod az eredményeket. Próbálj távlatokba nézni akkor, amikor a céljaidra gondolsz, hogy mi lesz az az eredmény, az a nagy eredmény, amit az az adott cél megvalósít számodra. Mert ha lebontod a céljaidat és dolgozol értük, akkor legtöbbször azt fogod észrevenni, ami éppen van. Tehát a kuli munkát sok esetben, a nehézségeket, az akadályokat, azok lesznek ott. És a céljainkkal kapcsolatban mindig lesznek akadályok. Én nem tudom, hogy van-e olyan, aki olyan könnyedén éri el a céljait, hogy csak csettint egyet. Nekem ez eddig még nem jött be. Én mindig megdolgoztam a céljaimért, és ezt látom másoknál is. Lényegében ez már az első tipp volt. Tehát legyen motivációd, és ez a végeredmény, amit a célod jelent. Beszéljünk folytatólagosan az irányról. Tehát következő tipp, tartsd az irányt. A konkrét cselekvések meghatározásáról beszéljünk, és azok ellenőrzéséről. Mert ha éppen nem teszel semmit, de szeretnél a céljaidért tenni valamit, akkor tedd fel a kérdést. Mit tegyek annak érdekében, hogy elérjem a célomat? Egyszerű. Ha erre kapsz egy választ, akkor kezdj el aszerint cselekedni, és haladsz a céljaid felé. Van egy másik kérdés, ez pedig az ellenőrző. Az, amit éppen most teszek, az közelebb visz a célomhoz, vagy attól eltávolít? És itt is, ha jó választ kapsz, tehát valóban közelebb kerülök a céljaimhoz, akkor az úton vagyok, ha pedig valami más teszek, ülök a tévé előtt és bámolom a sorozatokat, akkor nem kerülök közelebb a céljaimhoz, és ha ezt magam előtt tagadom, akkor vagyok a legnagyobb pálcban, hiszen másokat hitegethetünk, de saját magunkat nem. Úgyhogy legyünk őszinték, kérdések abban segítenek, hogy az irányt tartsuk. Következő, szintén ebből fakad, maradj lendületben. A fizika törvényszerűségét hívhatjuk meg. Ez arról szól, hogy egy tárgyat könnyebb mozgásban tartani, mint mozgásba hozni. Ugye a lendület megmaradás törvénye, ezt annak idején így tanultuk, ez lelki szinten is ugyanígy működik. Tehát ha valamire ráhangolodsz, és egy cél érdekében teszel lépéseket, és folyamatosan, tehát nem állsz meg, akkor sokkal könnyebb megtenni mindig a következő lépést, mint megállni és újra kezdeni. Tehát mindig az első lépés a legnehezebb. És akárhányszor megállsz, annyiszor lesz nehéz dolgod, mert annyiszor kell újra kezdened. A következő tippem, kezd el most. Hozd mozgásba a céljaidat. És ha nem most kezded el, hanem elkezdesz halogatni, akkor megint csak nehéz helyzetbe leszel. Egyre nehezebb lesz ez az első lépés. Az első lépésnek mindig van egy nagyon jó hozadéka, ez úgy érzett szinten lecsapódik, nagyon jól fogjuk magunkat érezni, amikor belevágtunk, amikor megtörtük a jeget. Van egy ilyen hirtelen jó érzés, hogy szétárad a testünkbe, hogy figyeld meg, ma elkezdesz dolgozni a céljaidért, legalább olyan szinten, hogy tervet szősz, és utána azt fogod érezni, hogy valami beindult. Este úgy fogsz lefeküdni, aludni, hogy mosolyogva, én dolgoztam ma a céljaimért. Nagyon jó érzés. Következő. Mérd a változást. Nagyon érdekes, amit mérsz, az fejlődésnek indul. És ennek a legfőbb oka az, hogy tudatosítod a változást, a folyamatokat, a lépéseket, hogy hol tartasz. Éppen ezért tudsz jó döntéseket hozni, hogy milyen irányba mozog tovább. Mert ha van egy viszonyítási pontod, akkor ahhoz képest fogsz tudni elmozdulni. Látod, hogy hol tartasz. A mérésnek ez a jelentősége. Következő, jutalmazd magad. A pszichológia már felismerte korábban. Ha megjutalmazzuk magunkat, miután elvégeztünk egy bizonyos feladatot, akkor ez ösztönzőleg hat ránk. Tehát sokkal könnyebben végezzük el az adott teendőt, hogyha tudjuk, hogy ennek lesz valami jutalma.
Következő tipp, engedd meg saját magadnak a hibázás lehetőségét. Ez egy nagyon fontos gyakorlati hozzáállás, mert előfordul, hogy azért nem teszünk a céljainkért lépéseket, mert félünk, hogy hibázni fogunk. És aki maximalista, az bólogat, hiszen tudja, hogy mi csak akkor akarunk lépni, ha tudjuk, hogy tökéletesek leszünk. Nem lépni sokkal rosszabb, mint hibázni. Mert ha mozgásban vagy, akkor lendületed megvan, folyamatosan ott van. Erről nekem két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy a hibázás az egy nagyon jó lehetőség, hogy tanuljunk belőle. Igaz? Erről már hallottatok biztos. De van egy nagyon érdekes jelenség, a célkövető rakéták, hogy hogyan működnek. Abban egy olyan algoritmus dolgozik, hogy állandóan ront. Rajta van a célon, de úgy követi a célt, az ellenséges repülőt, hogy szándékosan hibázik, letér az útról, mert akkor ismeri föl, hogy nincs célon, és utána rögtön visszatart. Azért ennél ez bonyolultabb folyamat, de a rövid, egyszerűsített elv erről szól, hogy állandóan hibázik, és így tart a célra. Tehát ő sem tökéletes, de utána megtalálja és elkapja. Mi is pontosan így tudunk működni, ha folyamatosan teszünk a céljainkért, akkor állandóan ott van a lehetőség, hogy hibázunk, de ha hibázunk, akkor fölismerhetjük, hogy tévúton vagyunk, tehát rögtön tudunk korrigálni. Következő tipp, a halogatás. Halogatás az egy nagy bűn. Szacsinandana Swami, aki egy nyugaton elismert védikus tanító, a halogatásra azt a két okot hozta fel, amely nagyon kompatibilis lesz a mi gondolatainkkal. Az egyik a fáradtság. Tehát ha fáradtak vagyunk testileg vagy lelkileg. A lelki a macerásabb, mert azt nehezebb kipihenni. A második ok az pedig, hogy nem tudod, hogy mit kell tenned, nem tudod, hogy mi lesz a következő lépés. És erre a kettőre nagyon jó a megoldás, az egyik, hogy pihent ki magad, testileg és lelkileg. Tudjátok jól, hogy mit kell ezért tenni. A második pedig, hogy tudd, hogy mi a következő lépés, ehhez pedig neked egy tervre van szükséged, egy konkrét cselekvési tervre, tehát, hogy pontosan tudd, hogy most mi a következő lépés annak érdekében, hogy haladj. Nem részletezem, de ha fölteszed magadnak a kérdést, hogy mi az ára a halogatásnak, hogy mit veszítesz azzal, hogy ha ma nem teszel lépéseket, akkor tudod súlyozni, hogy most érdemes-e halogatni, vagy sem. A következő tipp a bioritmusod és a pszichoritmusod. Ha megnézed a saját életedet, akkor tudod, hogy mikor vagy aktív. Testileg és tudatilag. Vizsgáld meg ezeket az időszakokat. Mikor vagy kész arra, hogy visszavonulj és tervez, mikor tudsz inkább az agymunkával foglalkozni, mikor tudsz produktívabb lenni. Kora reggel, hajnalban, délelőtt, délután, vagy esetleg éjszaka? Mindenkinek más a ritmusa. Keresd meg, és aszerint készíts egy időbeosztást saját magadnak. Kapcsolod ki rendszeresen. Ez azért nagyon fontos, hogy ne égj ki. Annak ellenére, hogy imádod a munkádat, előfordulhat, hogy ott is kiégsz. Mert túl pöröksz. És ugyanúgy működik, mint egy dugattyú az autóban. Egy idő után, ha túlpörög a motor, akkor besül a dugattyú, és megtapasztalhatjuk saját magunk életében is. Úgy érezzük, hogy olyan közömbösek leszünk, és lelassulunk, visszaesik a teljesítmény. Tehát legyen egy rendszeres kikapcsolódás. Ez azt jelenti, hogy tegyél teljesen mást, amit addig. Ne foglalkozz vele. De ebből adódik a következő tipp, amely úgy hangzik, hogy gondolkodj a céljaidról. Csak gondolkodj rajta. Én úgy szoktam csinálni, hogy fogom magam, kimegyek az erdőbe, sétálok, vagy lehet, hogy csak 2 órát kiugrok valahova közelbe. Sétálok, az már önmagában egy kikapcsolódás, és gondolkodom a céljaimról. Fölé emelkedem, egy ilyen madártávlatból tekintve a céljaimra, újabb megoldásokat, összefüggéseket fedezek fel. A következő tipp pedig arról szól, hogy beszélj a céljaidról. Próbáld megosztani a gondolataidat, a céljaidat, az akciótervedet, ha bátor vagy, azokkal, akik számodra fontosak, akikkel olyan kapcsolatban vagy, hogy ők ösztönöznek téged. Korábban én már adtam olyan tippet, hogy inkább maradjon titokban minden célod, mert azok, akik számodra fontosak, hajlamosak letörni, hogy ez neked nem fog menni.
Jó, ha olyan emberekkel beszélsz a céljaidról, akik támogatnak téged. És ebben az esetben beindul egy kreatív folyamat, mert lehet, hogy te is kapsz visszajelzéseket, olyan ötleteket, amelyeket felhasználhatsz, amit te nem láttál a saját tervedben. És ha már tervről beszélünk, akkor itt a következő tipp, hogy minden nap tervezz előre. Ha lehet, akkor este összegezd a napi eredményeidet, az alapján tűzd ki a következő napra a teendőidet, és feküdj le aludni. Ez egy nagyon egyszerű módszer, nagyon sokan ajánlják is, nekem is működik. Kordába tudom tartani az időbeosztásomat. A következő és utolsó előtti tipp arról szól, hogy összpontosíts. Próbálj egy erős feladatra összpontosítani, és akkor a tudat összeszedettsége, a fókuszálás meghozza az eredményt, hiszen folyamatosan rajta leszel, tehát haladsz, egy folyamatban vagy benne, tehát az összpontosításnak nagy jelentősége van. Amit elkezdtél, azt fejezd is be. És ez az utolsó tippem, hogy fejezd be. Mert akkor ott lesz az eredmény, akkor ott lesz a gyümölcs, amit élvezhetsz, amit téged tovább visz, és erőt ad, és növeli az önbizalmadat. Idén ennyit szerettem volna elmondani a célkitűzéssel kapcsolatban. Egy év múlva folytatjuk. Köszönöm a figyelmet!